A jegyző mutatta be az új épületet az érdeklődőknek. 2010-ben kezdődött el az Európai Unió támogatásával a mikrotérségi szolgáltató központ kialakítása Tolcsván. A község több mint 200 millió forintos támogatást nyert el. Az új épület nem csak a helyieket szolgálja majd. Közösségi terei a környező községek lakosainak és civil szervezeteinek is rendelkezésére áll majd. Szintén egységesen férnek majd hozzá a lakosok a mikrotérségi szolgáltatásaihoz. Az élet teljes pályáját leírja a csecsemő védelmi szolgálattól kezdve, tehát védőnői szolgálattól kezdve, az idősek nappali ellátásáig, az egész életén végigkövetheti a tolcsvai polgárokat ez az épület. A pedagógiai szakszolgálattól a családvédelmi szolgálatig itt minden egy helyen található meg. A mikrotérségi központ haszna nem csak a szolgáltatásaiban mutatkozik majd meg, mondta Zemplén országgyűlési képviselője. Dr. Hörcsik Rihárd kiemelte, hogy igenis a falvakban szükség van közösségi terekre. Ez nem csak Tolcsvának, hanem a környező települések polgárainak is a hasznára fog válni. Hiszen nagyon sokszor nincs olyan közösségi ház, ahol olyan rendezvényeket lehet tartani, amik közös a település polgárai, illetve a kistérségben lévő polgárok. Tehát ez egy kiváló közösségteremtő hely lesz. A most átadott épület egyik érdekessége a nagyfokú megújuló energia felhasználása. A kivitelező szerint a rendszer lehetővé teszi, hogy nulla közeli legyen a villamos energiafogyasztás. Napelemek és napkollektorok kerültek felszerelésre. A déli oldalra 10 darab napelemet helyeztünk el, az északi oldalra pedig 5 darab napkollektort helyeztünk el. A napkollektor a fűtésre segít rá, és a használati melegvizet termeli meg, a napelemek pedig elektromos áramot termelnek. Úgy igyekeztünk összeállítani ezt a rendszert, hogy az éves energia mérlege az épületnek nullára jöjjön ki, tehát amennyit felhasznál, azt ezek a rendszerek meg is tudják termelni. Ilyen rendszer elsőként Tolcsván valósult meg a Sárospataki járás területén, köszönhetően a település nyertes pályázatának.